fából sejhagy, jó fából nem csinálnak toborsot. Katonainduló kacskandálva érkeztek meg a Doni emlékmenet résztvevői Nyírbátorba, a rendőrkapitányság bejáratához. Szabolcs-Szatmár Bereg megye 8. alkalommal csatlakozott a Doni hősök emléktúrához. Az idei 20. megemlékezés záró rendezvényének Nyírbátor biztosított helyszínt hétfő délután. A 200 kilométeres gyalogmenet több mint 30 megyebeli települést érintett, akik zászlójukkal képviseltették magukat a bevonuláskor. Emlékezzünk a több mint 7 évtizede a távoli Don folyó partján szolgálatokat teljesítő 2. magyar hadsereg katonáira. A hadseregre, akik között a nyírségi fiúkat, az 1930 óta 2. Rákóczi Ferenc fejedelem nevét viselő 12. gyalogezred 3. zászlóaljának katonáit is ott találjuk. Arra a zászlóaljra, amelyik 1942 őszén vonult ki a keleti frontra. Ahogy bajtársaikat, őket is kizedelte a dermesztő orosz tél. A Nyírbátorból felváltásra indult 4500 hősből alig 800-an tértek haza. Az ő emlékükre egy táblát avattak a gyalogmenet végén. A program a Donkanyari Offenzíva 77. évfordulója előtt tiszteleg, az emléktúra segít a civil lakossággal is megismertetni a magyar honvédség múltját. Míg nagyapáink nemzedékének feladata háborúban való helytállás volt, addig a mi nemzedékünk egyik nemes feladata a rájuk való emlékezés. Azonban nekünk is van feladatunk az ország védelmét illetően. A 21. században új kihívások, fenyegetések jelentek meg. Nekünk pedig kötelességünk megvédeni országunkat, amit elődeit hagytak szám. Az emléktúra zárásaként az érintett települések képviselői, katonák és civilek helyezték el az emlékezés koszorúit a felavatott táblánál.